Fülöp János FAD polgármestere és Benis Brigitta, a település önkormányzati képviselője, a faültetési program fő koordinátora is lapátot ragadott, és segített elültetni az egyik fát FADdon a Bartal csatorna mellett pénteken délelőtt. Ezen a területen több mint 400 fát ültettek el. Ebben az évben két nagyon fontos esemény történt településünk életében. Elkészült a FAD dombori kerékpárút, és elkészült a Bartal csatornának a megújítása. Ugye ez mind a kettő vonalas létesítmény, és hát sajnos ez természetkárosítással jár, ezek a beruházások. Nyilván az útban lévő fákat ki kell vágni, a kerékpárútnál is, ugyanúgy, hogy a csatornánál is, és hát ezzel egy jelentős tájsebb keletkezik. A Bartalfa kezdeményezés mögé nem csak a magyar kormány, a PIP Kft., a FADDI önkormányzat állt, hanem a helyi vállalkozások, civilek is. A FADDIak 10 millió forintot gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy a fákat el tudják ültetni, és a munkából is kivették a részüket. A civil kurázsi az már itt is elkezdődik. Hát nem csak a gyűjtéssel, az 5 és 1 millió, másfél millió forint közötti összeggel, hanem amikor dolgozni kell és oda kell állni. Kovács Pál, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy Magyarországon az erdővel fedett területek 6 millió tonnányi széndioxidot nyelnek el. Az zöld területek növelése azért szükséges, mert a közlekedés önmagában 14 millió tonna széndioxidot bocsát ki. A FADDI fatelepítési program az egész régió számára minőségi előrelépést jelent. Megfelelő lakókörnyezet, zöld környezet alakuljon ki a környezetünkben, ez egy rendkívül fontos dolog, mind a mellett, hogy a klímaváltozással szemben ugye úgy harcolhatunk, hogyha minél kevesebb széndioxidot bocsátunk ki a környezetbe. És egyik része ugye a kibocsátás, a másik része pedig az, hogy hogyan nyeletjük el ezt a széndioxidot, és a széndioxid elnyeletésre ugye a legjobb példa az, hogyha éppen zöld növényzetet telepítünk. FADDon több mint 23 millió forintból valósult meg a zöldítési program a kerékpárút és a Bartal csatorna mentén.